Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, szombati napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Balatonfüred környékéről, a Balatonfüredi erdőségből. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én még mindig itt vagyok Balatonfüred környékén, a Balatonfüredi erdőségben, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb sétálós videó lesz tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Én majd a továbbiabban arrafelé fogok haladni, tehát abba az irányba fogom folytatni a sétámat, és haladok tovább itt a zöld sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiabban is. De még mielőtt haladnánk tovább arrafelé, megmutatom néktek, hogy hogy is néz ki a közvetlen környezet. Hát íme, így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk. Ahogy láthassátok ezen a felvételen, én itt vagyok a Balatonfüredi erdőségben tulajdonképpen, arrafelé pedig Balatonfüred van, tehát abba az irányba van Balatonfüred. Én abból az irányból érkeztem az ezt megelőző videómban, de a továbbiabban nem arrafelé fogok haladni, mivel hogy onnan érkeztem, hanem szépen fordulok egy 180 fokot, és folytatom is tovább az én kis sétámat itt a Balatonfüredi erdőségben. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. Én a továbbiabban arra felé fogok haladni, és folytatom tovább a sétámat abba az irányba. Tartsatok velem! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már folytatom is tovább a sétámat itt a Balatonfüredi erdőségben. Ugye az ezt megelőző videómban ugye letértem a zöld kereszt túraútvonalról, és rátértem erre a zöld sáv túraútvonalra, ahol most éppen bóklászok. De nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen! Nos, lányok és fiúk, akkor haladunk is tovább, haladok is tovább én ebből a sétával, és most már, ahogy mondottam az előzőjekben, ugye, én rátértem a zöld sáv túraútvonalra, mert tényleg rátértem. Erre a zöld sáv túraútvonalról is én már a korábbiabban természetesen készítettem videót. Nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen, hisz a csatornámon fönt vannak azok a videók is, amiket én itt korábban készítettem ezen a zöld sáv túraútvonalon, ahol most éppen bóklászok. De mindjárt meg is mutatom néktek, hogy bizony-bizony én a zöld sáv túraútvonalon bóklászok. Én majd a továbbiabban arra felé fogok haladni, tehát abba az irányba folytatom a sétámat. Csak megmutatom nektek a zöld sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzését. Hát íme, itt látható a zöld sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. Erről a zöld sáv túraútvonalról azt kell tudni, hogy ez a Balatonfüredi vasútállomástól indul, és tart egészen Hidegkútig, ez a bizonyos zöld sáv túraútvonal. Ezt lehet tudni erről a zöld sáv túraútvonalról itt Balatonfüred környékén, és mi a továbbiabban is ezen a zöld sáv túraútvonalon fogunk haladni. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen, és én a továbbiabban arra felé fogok haladni, tartsatok velem. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én már folytatom is tovább a sétámat ezen a bizonyos zöld sáv túraútvonalon. Amúgy a mai napon már jártam ugye a sárga sáv túraútvonalon is, a zöld kereszt túraútvonalon is, és most itt járok a zöld sáv túraútvonalon. Hát nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok tudni, hogy tulajdonképpen miről is dumálok én most itten. És akkor egy kicsit most el is hallgatok, és élvezzünk a erdőnek a csöndjét. Tartsatok velem a továbbiabban is. Köszönöm szépen!
Na, jányok és fiúk, még mindig itt vagyunk a Balatonfüredi erdőségben, és még mindig a zöld sáv túraútvonalon bóklászok természetesen. Ugye az ezt megelőző videóimban már ugye több túraútvonalon is bókláztam itt Balatonfüred környékén. Ugye ez az egész séta tulajdonképpen egy teljesen random séta, konkrétan, így hát nincs egy speciál, egy kijelölt útvonalam, hanem teljesen random mód megyek éppen, amerre látok, és ez így volt már az ezt megelőző videóimban is. Nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen. Ugye az ezt megelőző videóimban lehet látni, hogy ezt az egész sétát konkrétan ugye a sárga sáv túraútvonalon kezdtem el, majd rátértem a zöld kereszt túraútvonalra, és most itt vagyok a zöld sáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzését meg is tudom nektek mutatni, hiszen itt van fölpingálva ennek a fekete fenyőfának a törzsére. Én majd a továbbiabban arrafelé fogok haladni, de ahogy mondottam a előzőjekben, megmutatom nektek, hogy itt vagyok a zöld sáv túraútvonalon, íme. Ahogy láthassátok ezen a felvételen, én itt vagyok a zöld sáv túraútvonalon. Erről a zöld sáv túraútvonalról azt lehet tudni, itt Balatonfüred környékén, hogy ez ugye a Balatonfüredi vasútállomástól indul ki, és tart egészen Hidegkútig. Hát mi nem fogjunk végigjárni ezt a zöld sáv túraútvonalat, úgyhogy lányok és fiúk, azt ne is várjátok el tőlem, hogy végigjárjam ezt a zöld sáv túraútvonalat, mert nem fogom végigjárni, hiszen ugye már az ezt megelőző videóimban is elmondtam, hogy a mai napon nem csak túraút, hogy nem csak egy bizonyos túraútvonalon fog bóklászni, hanem elég vegyes túraútvonalakon fogok bóklászni. Hát most ez esetben itt bóklászok a zöld sáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. És én a továbbiabban arrafelé haladok. És ahogy mondottam ugye az előzőjekben, ugye ezt az egész sétát én konkrétan a Sisike utca végéről kezdtem el Balatonfüreden. Ugye ott rátértem a sárga sáv túraútvonalra, egy darabig a sárga sáv túraútvonalon haladtam, majd a sárga sáv túraútvonalról rátértem a zöld kereszt túraútvonalra, a zöld kereszt túraútvonalról pedig rátértem erre a zöld sáv túraútvonalra. Nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen én itt most miről is dumálok. Hát lányok és fiúk, akkor én folytatom is tovább a én kis sétámat itt Balatonfüred környékén, most már a zöld sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiabban is. Köszönöm szépen, és most egy kicsit megint elhallgatok, és élvezzünk a erdőnek a csendjét. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen.
Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, nem sokára kiérünk egy útkereszteződésbe, pillanatokon belül. Lányok és fiúk, ezt mindjárt láthassátok is ezen a felvételen, hogy pillanatokon belül ki fogok érni egy útkereszteződéshez. Természetesen még mindig itt vagyok Balatonfüred környékén, a zöld sáv túra útvonalon. Lányok és fiúk, hát ez a teljesen random séta, ez teljesen random ténylegesen is, hiszen a mai napon már elég sok túraútvonalon bókláztam, hát ez konkrétan már a mai napon a harmadik, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Na, és ki is értünk ide az útelágazásba, amit ugye az előzőjekben mondtam néktek. Én a továbbiakban arrafelé fogok természetesen haladni, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, és még követem a zöld sáv túraútvonalnak a jelzéseit, így hát én a továbbiakban arrafelé fogok haladni. De hogy láthassátok ezen a felvételen, itt vagyok egy útkereszteződésbe, mert arrafelé is vezet egy erdei kocsiút, tehát abba az irányba is vezet egy erdei kocsiút, mondjuk arrafelé fogalmam sincs, hogy mi van, mert tényleg nem tudom, hogy arrafelé mi van, meg az nem is kijelölt ösvény, így hát arrafelé biztos, hogy nem fogok menni. És akkor megmutatom nektek, hogy honnan érkeztem. Ugye, én abból az irányból érkeztem, tehát onnan érkeztem, arrafelé van Balatonfüred, tehát Balatonfüred az teljesen egyértelműen arra felé van, én abból az irányból érkeztem, és itt is halad egy út arra felé, tehát abba az irányba halad egy út, de ugyanakkor itt is halad egy út arra felé, lányok és fiúk, nem, hogy ezt az utat se tudom, hogy hova vezet, meg ezt az utat se tudom, hogy hova vezet, így hát maradunk a zöld sáv túra útvonalon, mert azt tudom, hogy hova fog vezetni végül, konkrétan Hidegkútra, de én nem megyek odáig, tehát nem arra felé fogok haladni, tehát én a továbbiakban folytatom tovább a sétámat, méghozzá abba az irányba folytatom a sétámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok is tovább én ebből a sétával, itt a balatonfüredi erdőségben. És szerintem ezen kívül még max. egy-két videó, és akkor be fogom fejezni ezt a sétát erre a szombati napra. Remélem, hogy velem tartotok még ebbe az egy vagy két videóba, amit én erre a mai napra még úgy tervezek, nagyjából, mert ugye elég sok videót csináltam már a mai napon. Ez a mai napon már nem is tudom, hogy hanyadik videóm, amit most éppen láttok, mert tényleg nem tudom, hogy hanyadik, de nézzétek meg a ezt megelőző videókat is feltétlenül, és akkor fogjátok tudni, hogy konkrétan, hogy egyik az, hogy ez hanyadik videó, meg azt is fogjátok tudni, hogy ez idáig hányfajta túra útvonalon bókláztam itt Balatonfüred környékén. Nos, lányok és fiúk, akkor egy kicsit itt még haladok előrébb, és akkor lassacskán majd lezárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben a újabb sétálós videóban. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen! És akkor lassacskán majd le is zárom ezt a videót, de még egy kicsit itt előrébb megyek, és utána ténylegesen is lezárom ezt a videót, és természetesen ez a séta még folytatódik egy következő videóban. Tartsatok velem majd a következő videóban is. Köszönöm szépen! Hát akkor azt hiszem, egyelőre itt lezárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben a újabb sétálós videóban. Én majd a továbbiakban arrafelé fogok haladni, de ez majd egy következő videó témája lesz,
hogy ezt a videót én itt és most lezárom, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben a újabb sétálós videóban. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, tartsatok velem egy következő videóban is, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok! Üdvözlettel Frici, Balatonfüred környékéről, a balatonfüredi erdőségből. Sziasztok!